Igen, nagy vállalás volt tavaly, mert tavaly még szemből is esett az eső, de azért az jellemzi a közösséget, meg a közösség erejét, hogy akkor is rengeteg gyerek volt, rengeteg szülővel, és most is nagyon sokan eljöttek, hogy ezért a közös ügyért tegyenek. Nekem ez egy óriási szívmelengető érzés, mert a sport az egy közös nyelv, és ezen a közös nyelven értjük egymást, úgy látom, és azok a dolgok, amiket mi, mint létesítmény az elmúlt években magunktól elvártunk, hogy a környezetünk hogy nézzen ki, milyen környezetben lehet jól sportolni, az úgy látszik az itt élőket is megérintette, és ők is ezt nagyon fontosnak tartják. Most egészen pontosan a Liget 2-n folyik a takarítás, és annak közvetlen környezetébe. Liget 2 az a régi építők sporttelep, ami most már Fradi területként van. Tulajdonképpen ez a terület az, ahol a későbbi nagy fejlesztéseinket szeretnénk majd megvalósítani, de az első lépés az, hogy a mai állapotokat rendezzük, és egy rendezett környezetben legyünk. Ha erkölcsre szeretnéd nevelni őket, ha erőt akarsz adni nekik az élethez, ha az egyetértés az, amiben hiszel, akkor támogasd adót 1%-ával az Albert Alapítványt. 1% 1 cél 1000 tehetség.